Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 8 órakor. Folyamatos lövéseket hallani Párizs külvárosában, Saint-Denis-ben. A tudósítások szerint a pénteki terrortámadás gyanúsítottjai csaptak össze a rendőrökkel. A Le Monde úgy tudja, eddig 2 embert öltek meg a rajtaütés során. A Telegráf arról tudósít, hogy a lakásban elbarikádozott 2 ember nem más, mint a párizsi vérengzés 2 gyanúsítottja, Abdelhamid Abaoud és Saleh Abdeslam. A közeli házakat evakuálták, a lakosokat a közeli városházán szállásolták el. Saint-Denis-ben ma zárva tartanak az iskolák, egyelőre a tömegközlekedés is szünetel, írt a Guardian. Lezárták az odavezető autópályát és a metrót is. A kis képeken folyamatosan láthatják, hogy mi történik éppen most Párizsban. Bombafenyegetés miatt megszakította útját az Egyesült Államokban az Air France francia légitársaság 2 utasszállító járata. Az egyik Washingtonból, a másik Los Angelesből indult Párizsba, adta hírul az amerikai és a kanadai média. Mindkét repülő idő előtt, még Amerikában biztonságosan földet ért, és az utasokat kiszállították. Elmaradt a német-holland meccs biztonsági okokból. A meccset a tervek szerint megnézte volna Angela Merkel német kancellár is. Úgy tudni, hogy külföldi titkosszolgálat informálta a németeket egy készülő terrortámadásról, ezért a belügyminiszter személyesen döntött a meccs elhalasztásáról. A Spiegel online hírportál szerint a stadion környékén láttak egy terrorcselekmények elkövetésére kész iszlamistaként számon tartott embert. Rendkívül szigorú biztonsági intézkedések között viszont megtartották az Anglia-Franciaország barátságos meccset a londoni Wembley stadionban. A szurkolókat felfegyverzett rendőrök várták a bejáratoknál. A magyar külügyminiszter szerint megdöbbentőek és sokkolóak azok az uniós politikusi nyilatkozatok, amelyek nem tudják levonni a megfelelő következtetéseket a párizsi eseményekből. Ezt Szijjártó Péter a palesztin hatóság területén mondta, miután a palesztin külügyminiszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter szerint az európai politikusok egy része még mindig nem ismerte fel, hogy biztonsági kockázatot jelent az, hogy a határok ellenőrizetlenek, és hogy újabb 100 000-ek érkeznek ellenőrizetlenül Európába. Ha fenntartják ezt a politikájukat, fenntartják az ellenőrizetlen határok politikáját, akkor tovább növelik a biztonsági kockázatot Európában, újabb veszélyt hoznak Európára, tekintettel arra, hogy újabb 100 000-ek ellenőrizetlen és szabályozatlan beáramlására adnak lehetőséget Európában. A paksi bővítés összes beszerzésének a felfüggesztésére szólítja fel a kormányt az Európai Bizottság, amely azzal érvel, hogy Magyarország megsértette a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályokat, amikor pályáztatás nélkül adott megbízást az orosz Rosatomnak. A Bruxinfo szerint a bizottság ma hivatalos felszólító levelet is küld. Erre a kormánynak 2 hónapja lesz reagálni, majd ezután döntenek arról, hogy induljon-e kötelezettségszegési eljárás. Lázár János a Népszabadságnak már meg is erősítette, hogy tud a döntésről, de nem aggódik, mert ahogy mondta, a kormány birtokában van egy papíros, amelyet José Manuel Barroso volt Európai Bizottsági elnök írt alá 2014. januárjában, és enélkül nem tudták volna megkötni a szerződést. A levél tartalmát akkor beszéljük meg, ha megérkezik, csütörtökön talán döntenek arról, hogy küldenek egy levelet. Egyelőre ez most egy értesülést, mondta Aszódi Attila Startban. A Paks 2-ért felelős kormánybiztos szerint ez egy nagyívű projekt, ebben az engedélyezési folyamatban van Európai Uniós is. Ennek az 5 eleméből 3-at sikeresen vettünk. Korábban jóváhagyták a beruházást, a szerződést időben bemutatták az Európai Bizottságnak. A beruházás megvalósítására a Rosatom a kijelölt szervezet, de ehhez EU-s közbeszerzési eljárások során választják ki a résztvevőket. A híradó után most a szó újra Mészáros Antóniáé, folytatódik a Start. Szervusz Antónia, jó reggelt kívánok! Mivel, kikkel? Szervusz, Géza Balázs Péter korábbi külügyminiszterrel folytatjuk, majd meg fogom kérdezni a Paks kérdésről is a véleményét. Szó lesz arról, hogy Magyarország megtámadja az uniós bíróságon a kvótákat, illetve erről az egész nemzetközi helyzetről, ami Orbán Viktor szerint a menekült ügy és a terrorizmus összefüggéseit mutatja. Aztán ma is lesz Start Plus, csatlakozik hozzám Somos András műsorvezető kollégám, ő majd elmondja, hogy az interneten milyen friss hírek vannak, de beszélgetni is fog Rónai Egon
Gabon műsorvezető kollégámmal, akinek új könyve jelenik meg. Én pedig Kovács Krisztánnal beszélgetek, majd egyrészt, akinek a koncertjét majd nem sokára a Madács Kamarában hallgathatják meg az érdeklődők. Másrészt viszont beszélgetni fogunk arról is, hogy újra elkezdődik most már negyedik alkalommal a Zsidó Filmfesztivál. Maradjanak velünk minél tovább. Köszönjük szépen, érdemes lesz át velünk tartani a következő egy órában és utána is. Én pedig búcsúzom, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!